Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Elsősorban is szeretném elmondani, hogy nagy örömmel fogadtam el ezt a bizonyos fővédnöki címet. Úgy gondolom, hogy az ágazat kiemelkedően fontos szerepe mindenféleképpen ezt, hát szinte mondhatom, szükségesé tette számomra. Szeretném kinyilvánítani, szeretném deklarálni azt az elkötelezettséget, amelyel az elmúlt időszakban a munkánkat végeztük, illetve az elkövetkező időszakban, amilyen munkavégzéssel számolunk és kalkulálunk. Azt gondolom, hogy a jelenlegi konferencia, ennek a címe nagyon jól tükrözi nem csak azt a munkát, amit elvégeztünk, nem csak azt a tervet, amit a közlekedési ágazat kell, hogy maga elé tűzzen az elkövetkező időszakra, de nagyon jól mutatja és nagyon jól tükrözi azt az elképzelést is, ami mentén a kormányzat elkezdte és megkezdte munkáját 2010-ben. Ekkor ezt már több ízben, többféle szempontból beszéltük és tárgyaltunk róla, és emlegettük, hogy alapvetően strukturális változtatásokhoz folyamodtunk, strukturális változtatásokat kezdtünk meg, úgy ítéltük meg, nagyon sok olyan ágazat van, és ebben a közlekedési ágazat élen járt, ahol alapvető változtatásokat kell létrehoznunk ahhoz, hogy fejlődni tudjunk és előrébb tudjunk lépni. Ennek, és akkor talán itt a cégekkel, vállalatokkal, való gondolatokkal kezdeném. Az egyik legfontosabb döntése az volt, amikor azt mondtuk, hogy ugye MÁV, mint a Volán vállalatok átalakításához, tevékenységük racionalizálásához kell hozzálátnunk. Ez nem volt egy nagyon könnyű feladat, tekintettel arra, hogy a kormányváltáskor a MÁV-ot mintegy 330 milliárd forintos adósságállománnyal vettük át. Voltak olyan tervek első körben, hogy ha és amennyiben a költségvetési forrásaink ezt lehetővé teszik, akkor egy azonnali teljes körű konszolidációval indulunk. Felmérve az akkori szituációt és helyzetet, nyilvánvalóvá vált, hogy ezt nem tudjuk megtenni, lépésről lépésre fogunk tudni csak haladni. A számításba se jöhet az, hogy a teljes adósságállományt egyszerre, egy csomagban az állam át tudja vállalni. Nagyon fontosnak tartom, és talán rögtön az elején kiemelném ezt a Szabó úr által már említett elektronikus útdíjfizetési rendszert. A hosszú idő óta, és nyilván ezzel nem mondok újdonságot Önök számára, a tervben volt ennek a rendszernek a bevezetése. Nem volt egy könnyű feladat számunkra sem, hiszen megint úgy gondolom, hogy ha máshonnan nem, az újságokból mindazokat a kalandokat, amik az útdíj bevezetéséhez kapcsolódtak, mindnyáján Önök megismerték. Egy kis színes gyanánt hadd mondjam el Önöknek, hogy amikor én februárban egy parlament meghallgatáson voltam, ugye ez évente szükséges a minisztereknek ilyen részt venni, akkor az utolsó kérdés gyanánt elhangzott, hogy hiszek-e abban, hogy július 1-ével az elektronikus útdíj szedési rendszert el tudjuk indítani, és amikor azt mondtam, hogy igen, akkor hát, hogy mondjam, mosolyogva, maradjunk ennyiben, mosolyogva fogadták ezt a bejelentést. Ezt követően úgy gondolom, hogy méltán lehetünk arra büszkék, hogy ezt meg tudtuk tenni, és igen, valóban, ahogy ez elhangzott, bőven hozza azt a teljesítményt, amit hozzáfűztünk. Ennek kapcsán azért azt külön kiemelném, hogy reményeink szerint ez már így is fog maradni. Ezt a rendszert be tudtuk úgy vezetni, hogy különösebb forgalmi torlódások, botrányok nélkül. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen azért a környező országomban sehol nem ment simán. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nagyon rövid idő alatt sikerült bevezetnünk a rendszert, hanem arról is, hogy sikerült ez alatt a rövid idő alatt ezt úgy előkészíteni, hogy a különösebb botrányoktól mentesen tudjunk indulni. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakról, hogyha beszélünk,
akkor szintén kiemelkedő helyen kell arról szólnunk, hogy 2012-ben létrejött a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, ami megadta mindannak a jogi kereteit és lehetőségét annak az útvonalnak, ami mentén elindultunk, illetve ami mentén dolgozunk. Ez lehetővé tette ez a törvény, hogy kiszámítható és átlátható módon működjenek azok a cégek, azok a vállalatok, akiknek részt kell vállalniuk a közösségi közlekedés rendszerében. Kimondtuk azt is, és ugye ez is elhangzott egy gondolatban már, kimondtuk azt is, hogy a vasúti közlekedés, a magyar vasút az egyik alapvető nemzeti erőforrásunknak tekintendő, egy olyan vállalat, amelyet fejleszteni, óvni, védeni, de egyben a működését racionalizálni is kell. Amiről már szóltam, hogy tehát egy hatalmas adósságállománnyal vettük át a MÁV-ot, és nyilvánvalóvá vált, hogy egyszerre ezt konszolidálni nem tudjuk. Meghoztuk azt a döntést, hogy lépésről lépésre haladunk előre. Erről ma már elmondhatom, hogy az elmúlt 3 évben a MÁV 60 milliárddal tudta csökkenteni az adósságállományát. Ez egy hihetetlen eredmény. Úgy gondolom, hogy minden tisztelet ezért kijár a MÁV menedzsmentjének. A szervezeti átalakulás részeként a vasúti vontatási, javítási, személyszállítási tevékenységeket integrálni fogjuk a MÁV-Strat ZRT-ben, és a pályaműködtetést pedig egy külön társaságba szervezzük. Itt is, amikor időpontokról beszélünk, mindig a költségvetési lehetőségeink, hiszen azért egy ilyen átcsoportosításhoz éppen a cégcsoportot terhelő hitelállományok miatt banki hozzájárulásokra van szükség. Tehát egy meglehetősen komplex feladat. Ez határozza meg, amit mikor tudunk megtenni. Ebben a pillanatban most úgy néz ki, hogy jó úton haladunk a tekintetben, hogy ezt a bizonyos pályaműködtetési tevékenységet külön cégbe tudjuk átvinni, átsorolni, és így kezdhesse meg működését. Annak érdekében, hogy megtett lépések mellett további, mondhatnám azt is, hogy biztosabb perspektívát tudjunk nyújtani a szektornak, a vasúti szektornak. Így egy 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést írtunk alá a MÁV-Strat ZRT-vel, illetve a GYESEV-vel. Azt gondolom, hogy ezzel lényegesen kiszámíthatóbbá tettük a cégek számára a jövőt. Lehetőséget adtunk arra, hogy elsősorban arra koncentráljanak, hogy a szolgáltatások színvonalával és egyáltalán az utasok számára nyújtandó lehetőségek szerinti maximális kiszolgálással tudjanak előre menni a jövőben. Szólni kell néhány szót nyilvánvalóan a volántársaságokról is. Az elképzelés ennek érdekében már megtettük a megfelelő lépéseket, hogy menetrendi összehangolást végezzünk a vasút és a volánok menetrendje között. Itt nyilvánvalóan a bevezetést követően szükség volt arra, hogy bizonyos korrekciókat végrehajtsunk, azt mindig is jeleztük, hogy ezekre nyitottak vagyunk, kérjük, várjuk azokat a jelzéseket, ami alapján ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni. Ez meg is történt. A volántársaságok átalakítását is megkezdtük. Itt a cél és az elképzelés az, hogy az eddigi 24 volántársaság helyett 7 regionális társaságot tudjunk kialakítani. Nyilvánvalóan az így kialakuló regionális társaságoknál akár a járműpark vezénylésével, akár a humán erőforrások maximális kihasználásával egy hatékonyabb működést teszünk majd lehetővé. Ebben a pillanatban, hogyha most egy rövid időre a volánoknál maradok, zajlik a cégek, társaságok számviteli, pénzügyi és működési folyamatainak az átvizsgálása. Ezt a folyamatot, ha le tudtuk zárni, akkor tudjuk kialakítani véglegesen azt az egységes folyamatot, ami mentén majd ezt a 7 regionális társaságot működtetni kívánjuk.
azt gondolom, hogy még további lehetőségek vannak a menetrendek harmonizálásában is, azonban, ahogy ezt már jeleztem, itt mindig úgy kívánunk lépni, hogy semmilyen körülmények között ez az utazók számára problémát ne tudjon jelenteni. Hogyha itt a MÁV-ok, volánok kérdésköréről átérünk a közúthálózatra, itt arról tudok önöknek beszámolni, hogy 2010-ben azzal a ténnyel számmal találtuk magunkat szembe, hogy már akkor a közút felújításoknál mintegy 150 milliárdnyi elmaradás felújításban elmaradás vár hát pótlásra, megoldásra. Ez egy nagyon komoly feladat volt. Ugye ez nyilvánvaló volt és jól látszott, hogy itt elsősorban 2002-2010 között az autópálya építésekre, azok közül is a PPP-s konstrukcióban zajló autópályaépítésekre helyeződött a hangsúly. Itt azt mindenféleképpen úgy gondolom, hogy meg kell említeni, hogy ez még a mai napig is a nagyon komoly terhet jelent a költségvetésnek az így megépült autópályát. Ez évente mintegy 100 milliárdos terhet, rendelkezésre állási díj címén fizetendő terhet jelent, amit hát ugye ez egy szép álom lenne arra gondolni, hogy ezt adott esetben az úthálózat fejlesztésére, javítására, korszerűsítésére lehetne fordítani. Ez is volt egy cél, volt egy elképzelés 2010-ben, hogy ha lehet, ha megfelelő forrás áll rendelkezésünkre, akkor ezeket a PPP konstrukciókat is meg fogjuk szüntetni. Itt megint olyan nagyságrendekről beszélünk, amire nem volt lehetősége a költségvetésnek, tehát egyelőre ezekkel és ezzel a fizetési teherrel, ezekkel a PPP-s konstrukciókkal még együtt kell élnünk egy darabig. Ugyanakkor az elmúlt években az új Széchenyi terv forrásokból jelentős felújítási programokat terveztünk meg és indítottunk útján. Ez ugye a közúthálózatokra vonatkozik elsősorban, hiszen ahogy jeleztem és mondtam az imént, ott már 2010-ben is nagyon jelentős elmaradásokat észleltünk. Ennek keretén belül 2013-ban 450 kilométeren, alsóbrendű útról beszélek itt, elindult egy teljes körű rekonstrukció, illetve valósult meg már bizonyos helyeken. Ez mintegy 90 milliárdos forrás lekötést jelentett. Ezt a munkát folytatni fogjuk, ha kilométerről beszélünk, akkor jövő tavasszal további 215 kilométert fog megújításra kerülni. Összességében ennek a felújítási csomagnak a nagyságrendje el fogja érni a 150 milliárdot. Hogyha mindezt Európai Uniós források felhasználása szempontjából vizsgáljuk és nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy azok a regionális operatív források, amelyekből erre a célra tudtunk fordítani, azok gyakorlatilag 100%-ban ezzel lekötésre kerültek, ami nyilván nem csak olyan szempontból fontos, hogy megújultak a közutatjaink, hanem olyan szempontból is, hogy forrásvesztéseket tudtunk elkerülni. További 33 milliárdos keretösszeggel indítottunk el egy országos útfelújítási programot. Erről nem oly régen született meg a döntés. Itt nyilván a közút vezetősége erről majd fog szólni és részleteket elmondani önöknek. Ezt nagyon fontosnak tartom. Itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a maximális lehetőségeket kihasználva még ennyi forrást tudtunk ehhez a feladathoz hozzárendelni. Úgy gondolom, hogy részben joggal kalkulálunk ezzel, részben az előkészítettség van olyan szinten, hogy ez a bizonyos 33 milliárdos csomag, ez jövő tavaszra el tud készülni a legtöbb helyen országszerte. Nagyon fontosnak tartom azt a lépést,
hogy november 1-től az állami autópálya kezelő, illetve a magyar közút kettőséggel megszűnt létezni az állami autópálya kezelő ZRT számára a jövőben azt a feladatot számoljuk, hogy úgy a matrica, mint az elektronikus úti beszedéshez kapcsolódó feladatokat ellássa, miközben a közutak kezelését a magyar közút fogja teljes körűen ellátni. Az UDI bevezetésével tulajdonképpen az a tagoltság, ami két cégre osztotta, bontotta az utak felügyeletét, az nagyjából azt is mondhatnám, hogy értelmét veszítette. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy vezetés alá kerül, a jelentős racionalizálási lépéseket fogunk tudni megtenni a jövőre nézve. Beszéltünk rögtön az elején egy kicsit hosszasabban ejtettem szót az UDI fizetési rendszerről, mint ahogy gondoltam. Én még egyszer csak azt szeretném leszögezni, hogy maga a rendszer jól működik, nyilván itt is még finom hangolásokra szükség van. Ahhoz, hogy elérjük azt a végső működési modellt, amit megterveztünk, ott például szüksége lesz arra is, hogy lehetővé tegyük az utólagos díjfizetést. Ugye ma erre még nincs lehetőség. Itt a számítástechnikai rendszerek fejlesztését követően ezt mindenféleképpen be szeretnénk vezetni. Nyilván itt a nagyfuvarozók számára lesz ez elsősorban a könnyebbség a jövő tekintetében. Ugyanehhez kapcsolódik nagyon sokszor a merült felső, tehát napjainkban is többször téma az, hogy vajon azzal, hogy több főutat is fizetősé tettünk, terelődik-e a forgalom olyan mellékutakra, esetleg falvakon keresztül vezető utakra, ami az ott lakók számára jelentős problémát jelent. Ugye itt a koordinációs központ kollégái végeztek felméréseket, számot adtak arról, hogy jelentős mértékben ezzel nem kell számolnunk, nem kell kalkulálnunk. Azt gondolom, hogy itt a rendőrséggel való együttműködésben, ami hát eddig is megvolt, és valószínűleg az ellenőrzések szorosabbá tételével azt kezelni fogjuk tudni azt a problémát, hogy az ilyen módon hát kellemetlenséget elszenvedő falvak, illetve mellékutak terheltsége a jövőre nézve megszűnjön. Szó volt róla, beszéltünk róla, igen, elkészült a Nemzeti Közlekedési Stratégia, most következik, most lesz lehetőség arra, hogy megismerjék, most lesz lehetőség arra, hogy hozzászóljanak, véleményt fűzzenek hozzá, mielőtt meghozzuk azt a döntést, hogy akkor ezt, mint a 2014-től kezdődő Európai Uniós programozási periódus alapdokumentumát kiküldjük és megküldjük Brüsszelbe, és azt gondolom, hogy úgy időben, tehát időben jól állunk, mondhatjuk azt, hogy időben készültünk el, időben fogjuk tudni kiküldeni és megküldeni ezt az anyagot egyrésztről, másrésztről pedig úgy gondolom és remélem, hogy a beérkező vélemények is azt fogják tükrözni, hogy ebben olyan alaptézéseket, alapelveket tudtunk lefektetni, ami alapján egy megfelelő fejlesztési programmal indulhatunk neki ennek a 2014-től kezdődő periódusnak. Én köszönöm szépen a figyelmüket, azt gondolom, hogy az itt eltöltött idő mindnyájuk számára hasznos lesz. Kérem, élvezzék ki ezt a lehetőséget. Köszönöm.